Ez 1986. október 23-án a 76-osról ismerkedtünk meg. 31 éve, hogy együtt vagyunk. Mi nem így terveztük, hogy ide fogunk jutni, de sajnos körülményekhez képest, de abból a kis pénzből, ami van, én örülök is neki, hogy így meg vagyunk. Amikor még futott a szekér nekünk, akkor intézeti gyerekeket patronáltunk, akkor még albérletben voltunk. Ez egy nagyon jó időszak volt. Én utoljára mozigépész voltam. Akkor jó sokáig voltam alkalmi munkákból. Próbáltam munkát találni. Olyan helyen, ahol kifizettek, olyan helyen nem fizettek ki, szóval a tartalékunk az elfogyott. Az elfogyott, nem tudtuk miből adni lesz fizetni, az így aztán kikerültünk. Raktunk erdőbe. Három teret töltöttünk kint az erdőbe, csak így is hányoltunk össze-vissza. Ez volt a legrosszabb az egészben. Volt egy másik építkezésre jelentkeztem, beleértük magunkat. Ilyen jó lesz fizetés kapok, és akkor jobban tudunk élni. Talán sikerül valahogy talprálni. Annyira beleértem magam, hogy még pénteki nap mondta a főnök, hogy hát, jó, hétfőn reggel, 7 órakor találkozunk. És mikor megjött 7 óra után valamikor a főnök, azt mondta, vettünk föl mást. Ez engem annyira fejbe ütött, hogy az első évben előtte minden. És akkor rá 2 nap múlva jött a stroke. Azóta le vagyok bénulva. Úgy adták őt ki, hogy se ülni se, semmit nem tudott, rángatódzott. Hát már azért elég szépen helyre tornáztam. Sokszor azt mondta a párom, hogy miért nem hagytam, hogy elvigyék a rehabba, amikor könnyebb lenne, meg ez, meg az. És azt találtam neki mondani, hogy nem csak akkor kell egy ember, mikor egészséges, mikor beteg, akkor is. Nekem se úgy mozog a térdem, ahogy kell. Ő adja föl az oknit a lábomra, vagy köti be a cipőm, én meg ugyanúgy. De én meghozom a fát, ő odaül a bakhoz, összevágja, összehasítsa, szóval ugyanúgy ő is segít. Mi nálunk veszekedés, hangoskodás nem volt. Mi egymást kiegészítsük. Egyik ezt tudja megcsinálni, másik nem azt tudja megcsinálni. Minket már nem tudnak szétválasztani. Álmodok róla, hogy hát én vidámon sétálok, mászkálok, csak a nagyon rossz reggel is felébredni. Nehezen élünk. Nagyon nagy segítség van a Mártai Szolgálattól, alig várom, hogy jöjjenek. Nagyon sokat szoktunk beszélgetni, mindig az aktuális, a napi dolgokról, akkor szoktunk beszélgetni a vallásról, elhordod a orvoshoz. Ez nagyon nagy segítség. Meg vagyunk szorulva, tartós élelmiszereket kapunk. Nem volna Mártai Szolgálat, nem segítenének, akkor lehet, hogy már nem volnák. Nem tudnám megoldani.